Oké, akkor. A ház készen áll. Mr. és Mrs. Dubois hamarosan itt lesz. Dubois? Hé, nem akarom németeknek eladni. Dubois-ék franciák. Igen, és ha megveszik a házat, akkor eladják az első ajtón dörömbölő fricnek. Azt mondja, hogy mennem kell a kórházba. Biztos, hogy meg tudod mutatni a vevőknek a házat? Kéti, egyszer megmutattam egy japcsibakának a saját belejét. Egy ház nem lehet akadály. Szóval, ott a kis szoba, hátul van a konyha, és fent vannak a hálószobák. Láthatnánk őket? Ó, talán nem hisznek nekem? És mondja, fürdőszoba akad fönt? Nem. Levizelünk a tetőről. Van egy sütő, hűtőszekrény, mindkettőre él a garancia. Ó, akkor ez a konyha? Nem, ez az állatkert. Ott a kecske. Pónilovak. Ha, és a vadbarmok. És itt láthatja a saját szerszámos állványomat, ahol bármilyen barkács munkát elvégezhet. Én igazából inkább jóga stúdiót csinálnék belőle. Tényleg? Én jobban örülnék egy fenékberúgó stúdiónak. Ó, Red, hogy ment a lakásnézés? Kérdezd a barmokat, akik a tiszteletüket tették. Ilyen rosszul. De talán nekem kéne megmutatnom. Úgy kéne bemutatnunk az otthonunkat, mint egy meleg, meghitt, barátságos helyet. Szóval erre az időre menj el itthonról. Igen, nekem nincs türelmem az ilyenekhez. Nem illik ezt mondani, de bár mind meghaltak volna.